Tisztelt hallgatóim! Hát alapvetően az előadásomban a művészetről lesz szó valamilyen vonatkozásokban, és egy kicsit más megközelítésben, mint ahogy esetleg erről a témáról általában beszélni szoktak. A művészeteknek nem minden területéről, hanem elsősorban a képzőművészetről és az építészettel kapcsolatos néhány gondolatot szeretnék elmondani. A matematika és a tudománnyal való összefüggés tekintetében. Az előadás fő célja alapvetően az, hogy bemutassak egy olyan fejlődést, amelynek jelenlegi helyzetében valami elég jelentős újdonságról lehet beszámolni. Ez a jelentős újdonság egy kicsit fellengzősen fogalmazva egy új világnak a felfedezése. Egy olyan világnak, amely világ az ember konstrukciója, az ember találmánya, a matematika, ezen belül a geometria találmánya, ennek ellenére szoros összefüggésben van más emberi tevékenységekkel, szellemi tevékenységekkel, jelesen, amiről én beszélni fogok, a művészettel, de ezen túlmenően a valósággal is, mint a későbbiben ezt szeretném bizonyítani és mutatni. Azt hiszem, hogy azok a klasszikus előfordulási formák, amelyben a művészet kapcsolatba kerül a világ tér struktúrájával, illetve tér struktúrájának ábrázolásával, azok nagyjából közismertek, illetve ebben a kérdéskörben már nagyon hosszú, időre visszatekintő eredményeink vannak. Most természetesen ezt nem fogom áttekinteni az idő rövidsége miatt, csak néhány jelentősebb és fontosabb témakört emelnék ki és mutatnám be a geometriának a kézművészetben való megjelenését. Ennek a fejlődésnek és kapcsolatrendszernek a történetét nem fogom teljes részletességgel elmondani, inkább csak néhány csomópontot emelek ki ebből, kezdve a reneszánszal, mert abban a korszakban, amikor a művészettel foglalkozók nem csak a művészettel foglalkoztak, hanem a tudománnyal és a technikával, mint azt ismerjük, egy olyan egységes kép jött létre, amelynek egyik eleme, egy fontos eleme geometriai vonatkozású, és ez pedig a perspektívának a felfedezése és tudatos alkalmazása. Hát általában közönségesen perspektívának nevezik azokat a szabályszerűségeket, amelyek összefüggésbe hozhatók a látással, illetve pontosabban azzal, ahogyan látjuk a világot. Ez a kérdés azért rendkívül fontos, mert mindenki tapasztalatból tudja, hogy a térnek a struktúrája és az, ahogyan látjuk, az nagyon eltér egymástól. Vezessünk be két fogalmat. A tér látástól független meglévő struktúráját nevezzük objektív térstruktúrának, és ahogyan látjuk ezt, ahogy ez bennünk kialakul, nevezzük szubjektív térstruktúrának, vagy talán lehet úgy is mondani, hogy látási tér. Teljesen nyilvánvaló, a tapasztalatból mindenki tudja, hogy nagyon lényeges eltérések vannak a kettő között, és felvetődik az emberben egy fontos gondolat. Ez pedig az, hogyha nem olyannak látjuk a teret, mint amilyen a valóságban, hanem lényeges eltérő tulajdonságai vannak, akkor hogyan lehet egyáltalán tájékozódni ebben? Felvetődik tovább az a kérdés, nem volna sokkal jobb, hogyha úgy látnánk a teret, mint amilyen valójában? Első pillantásra valószínűleg úgy hangzik a dolog, hogy dehogy nem, hát az volna a jó, hogyha nem kellene külön megtanulni a teret, megtanulni a benne való tájékozódást, éppen a strukturális különbségek miatt. Későbbi elemzés azonban kimutatja, hogy a látási térben olyan információk vannak, amelyek elősegítik és nem hátráltatják a térben való tájékozódásunkat. Most miután a művészet ezt felfedezi, szeretném néhány ilyen példával ezt bemutatni, elsősorban az építészet és a festészet, képzőművészet területéről. Talán vegyük első példaként
azt a jól látható struktúrát, amely mutatja az eltérését a látott, illetve a valóságos térnek. Az ábrán a strukturális szerkezet látszik jól, és itt pedig maga a kép, és látható, hogy azok az elemek, elsőben elemi geometriai viszonyok és relációk, amelyek a képen felfedezhetők, másmilyenek itt a képen, mint a valóságban. Most ezek a geometriai viszonyok azt eredményezik, hogy például az, ami a valóságban párhuzamos egyenesek struktúráját mutatja, az nem párhuzamos egyeneseket ad a képen. Azután lehet látni, hogy különféle tárgyak nagysága attól függően változik meg, hogy milyen távol vannak tőlünk. Ez a két alapvető jelenség már mutatja azt, hogy a térstruktúra nagyon másmilyen. Mutatok más példát, ami nem építészeti területről, bár még itt az építész, ez egy belső tér, nagyon jól mutatja azt, hogy hogyan látunk egy helységet, akkor, hogyha benne tartózkodunk, benne vagyunk, és itt is látszik az, hogy mennyire más. Nézzük meg az oszlopoknak a rendjét, bár az ezen a képen jól látható, hogy az oszlopok megtartják függőleges irányukat közelítőleg, de azon kívül már az oszlopok valóságos nagysága és egymás közti kapcsolatai eltérnek a képen és a valóságban. Még egy-két illusztratív jellegű képet mutatnék be. A németalföldi festészetnek egyik jelentős alkotása, ahol szintén párhuzamban láthatják egy ilyen csak a struktúrát kiemelő vázlatot és magát a festményt, ami egy tájkép, ahol láthatók mind a párhuzamosoknak a látott térben való összetartása, illetve a nagyságoknak a megváltozása a távolsággal. Most, hogyha ezeket a kérdéseket vizsgáljuk, akkor bizony arra a következtetésre juthatunk, hogy a teret meg kell tanulni a köznapi életben is látni és benne tájékozódni, és a művészetek fejlődése során megtörtént az, hogy ez a látásmód a művészek számára is tudatossá válik, és felismerik az ebben rejlő szabályszerűségeket, törvényszerűségeket, és tudatosan alkalmazzák. Most itt lényeges fordulópont következik be, hogy valamilyen törvényszerűségek alkalmazása, méghozzá matematikai összefüggések alkalmazása megjelenik a képzőművészetben. Most az a lényeges, hogy ezek az összefüggések nem túlzottan vannak távol a köznapi életünktől, tehát nincs benne olyan elem, amelyik túl absztrakt lenne, és ezáltal valami nagyon mély tudományos ismereteket és hátteret követelne meg. Kétségtelen, hogy ez, ami ugye a köznapi tudásunkban, a köznapi életben is megfigyelhető, és szabályszerűségként kimutatják és felhasználják, ez a későbbiekben is szerepet játszik. A geometrizálás maga azért időnként bizonyos korokban jobban, bizonyos irányzatokban jobban, vagy kevésbé, de megragadja a képzőművészeket, és hajlamot, úgy látszik hajlamot mutatnak arra, hogy a geometriát, a geometriai struktúráknak a gondolatot kifejező lehetőségeit felhasználják. Hát most ezzel kapcsolatban érdemes végiggondolni, hogy ugye a geometria az egy viszonylag elég absztrakt valami, de szemléletes is egyúttal, mert a térstruktúrát mutatja be, vagy úgy, ahogyan ténylegesen a valóságban van, vagy pedig úgy, ahogyan látjuk.
Most az egyszerű geometriai struktúráknak a felhasználására mutatnék meg néhány példát, tényleg csak kiragadott módon a képzőművészetek különböző területeiről. Azt hiszem közismertek Vasarelinek azok a képei, amelyeket úgy lehet jellemezni, hogy tényleg geometriai elemek felhasználásával hozunk létre színek és formák, egyszerű geometriai formák struktúráját, bár ez éppen, amit mutatok, ez nem a legegyszerűbb, mert ennek az előállítása azért az nem csak érzéket, hanem matematikai tudást is elég jelentősen igényel, ugyanis látható, hogy itt az ábrázolás ugyan kétdimenziós a kép, de valami olyasmit próbál meg bennünk kialakítani, egy olyan érzetet, hogy három dimenziót látunk. Vasarelinek ezek a képei ilyen szempontból nagyon figyelemre méltóak. Mutatok egy másikat, amely sikokkal dolgozik, tehát nem az előzővel összehasonlítva nem görbe felületet próbál meg érzékeltetni, de ennek ellenére a háromdimenziós tér érzete alakul ki bennünk, és ebben nem csak a formák, tehát a négyzetek elrendeződése, hanem a színek elrendeződése és a színek miensége is szerepet játszik. Látható, hogy tudatosan megválogatva szerepelnek a sötétebb és világosabb tónusok, illetve maguk a színe értékek. Ezeknek az elemzése geometriailag nem túl nehéz, azonban nyilvánvaló, hogy mennyi fantázia szükséges ahhoz, hogy ilyen struktúrákat az ember megkonstruálni legyen képes. Így utólag, mikor már megvan, azt hiszem így ránézésre, akkor már az ember nem csodálkozik annyira, hogy hát persze, hát nem is olyan nehéz ilyeneket kitalálni. Hát igen, így utólag azt hiszem nem nehéz. De előtte, amikor az ember ezt megkonstruálni igyekszik, és tudatosan megpróbálja elképzelni, akkor nem olyan könnyű a dolog. Most nézzük még egyet. Ezeknek a képeknek megvan az a fontos tulajdonsága, hogy a most geometrizáló, tehát mondjuk ugye az ezredforduló, vagy az utóbbi 20 évben geometrizáló jellegű felfogásokkal ellentétben nincs meg az a technikai háttér, amelyet mostanában felhasználhatunk, és amit majd a későbbiekben érinteni fogok. A igazi tér művészete, hát ha szabad így mondanom, az a szobrászat, és a szobrászattal kapcsolatban is hoztam néhány bemutató példát, olyan szobrokat, amelyeknek a struktúrája kifejezetten a geometrizálásra épül, és bizonyos érzetet és gondolatot is geometriai formák megjelenítésével, az anyag geometriai formába való megmunkálásával próbálja meg kifejteni. Néhányat egy magyar szobrász alkotásaiból mutatnék be, amelyek jól mutatják, hogy tudatosan felhasznált geometria milyen érdekes és újszerű, meg hát talán megragadó, ha szabad ilyen kifejezést használnom, alkotásokat eredményezhet. Nézzünk meg különböző stílusban készített ilyen alkotásokat. Ezeknek úgy érzem az egyik leglényegesebb eleme, hogyan lehet görbe felületeket úgy strukturálni, görbe felületek egymással való kapcsolatát létrehozni, és még az anyag megválasztásával is ennek a hatását fokozni, hát nekem ez tetszik. Persze elfogult vagyok, az kétségtelen, mert ugye a geometria oldaláról közelítem meg a kérdést, és ezáltal nyilván olyan elemeket
próbálok meg benne felfedezni, ami az én területemhez közel áll, de látható, hogy viszonylag egyszerű elemekből, az egyszerűt azt mondom, hangsúlyozom, viszonylag egyszerű elemekből felépítve, és az anyag megmunkálásának különböző módjait tekintve, milyen szép alkotásokat lehet létrehozni, és így egymás mellé rakom a kő meg a fém megmunkálásából, különbségeiből származó különbségeket, és nézzük meg, hogy hasonló csavar szerkezetek szerepelnek a két alkotásban, és mennyire más hatást kelt azáltal, hogy milyen anyagból és milyen módon megmunkált. Hát még egy példával szeretném illusztrálni, amely példa, hát nekem, ha szabad így mondanom, lenyűgöző, ez Eschernek, a német grafikusnak a munkássága. Az ő alkotásaiban olyan félelmetes munkát lehet felfedezni, amiről én a magam részéről úgy vagyok vele, hogy hát csak csodálni tudom, de hogy hogyan lehet ezeket kitalálni és még meg is csinálni úgy, hogy különösebb technikai háttér nem áll rendelkezésre, hát a mai technikánk felhasználásával sokkal egyszerűbbek az ilyenek, de így visszatekintve, pusztán kézi munkával kellett előállítani, hát csak csodálni lehet. Engedtessék meg néhány példát ebből is bemutatnom. Az egyik kép ugye a Bábel tornyot ábrázolja, ahol jól látszanak az előbb a reneszánsz kapcsán emlegetett perspektív tulajdonságok, ahogyan a kép létrejön, egy lényeges különbséggel, ez pedig az, hogy a függőleges egyenesek, geometriai nyelven fogalmazva, a képen nem függőlegesek, tehát nem függőlegesnek látjuk őket. Ugye ezt a jelenséget a szakmában, az önök szakmájában is ugye madár perspektívának nevezik, amikor a szemem tengelye lefele irányul, és érthető az elnevezés, a horizont magasan van, és a lent lévő tárgyakat lefelé irányuló szemtengelyen nézzük. Most ennek meghatározott geometriája van, abban az értelemben is, hogy a képek nem egyszerűen csak megrajzolhatók, hanem geometriai eszközökkel megszerkeszthetők. Két példát, ahogyan Escher a belső tereket megpróbálja megmutatni és láttatni. És ezeknek a bemutatása arra is alkalmat ad, hogy figyeljünk bizonyos olyan elemeket, amelyek első pillantásra teljesen valószerűnek mutatják azt, amit látunk. És csak egy kicsit elmélyültebb tanulmányozás után jövünk rá, hogy, ha szabad így mondanom, becsaptak bennünket. Hát ennél a térnél, ennél az ábránál nem is annyira feltűnő a dolog, de nézzünk meg olyanokat is, amelyekben ez a becsapás tudatosan történik, és a tudatos felhasználása a térstruktúrák ilyen lehetséges illúziókus felfogásának nagyon érdekes eredményeket ad. Hát talán megmutatnám az egyik kedvencemet. Nézzünk meg egy ilyen típusú térstruktúrát. Ugye nyilvánvaló, hogy ez a földi viszonyokhoz szokott ember számára teljesen abszurd minden szempontból, és ha egy kicsit geometriailag elemeznénk a benne lévő alakok mozgását, a térirányoknak a szerkezetét, meg ilyesmi, akkor teljesen úgy képzeli az ember, hogy ez valószerűtlen, ilyen egyszerűen elképzelhetetlen. Az a struktúra, ami látszólag teljesen elrugaszkodik a valóságtól ezen a képen, az csak egy olyan lény számára felfoghatatlan vagy valószerűtlen, aki a gravitációs térben él. Na most ugyanez a dolog súlytalanság állapotában, ugye minden további nélkül
megvalósítható, sőt, elnézést, talán ezeken a lépcsőkön még közlekedni is lehet. Na most ugye ez nem annyira van távol a valóságtól a mai világunkban, hogy elképzeli magát az ember egy olyan térben, amelyben nincs súly. Akkor értelmét veszti az a köznapi típusú hozzáállásunk, ugye, hogy van fönt meg lent például, amely ezen a képen ugye elég jelentősen összekeveredik, és a föntnek meg a lentnek a különbségtétele nem számít. Van egy másik klasszikus képe Eschernek, amit még hadd mutassak be önöknek, amelyik szintén első pillantásra teljesen reálisnak tűnik, és az ember elkezdi vizsgálni, és azt mondja, hogy itt valami gyalázat van, ha elnézést szabad a kifejezést használnom. Hogyan folyik itt a víz? Na most értelemszerűen megint csak a gravitációs térhez szokott szemléletünk és viselkedésünk az, ami ezt teljesen furcsává teszi, azon kívül, hogy geometriai csalások is vannak benne, amelyeket nem is mindig olyan könnyű megfejteni. Most ezek a példák arra szolgáltak, hogy a geometriának klasszikus eredményei hogyan jelennek meg röviden egy lehetséges művészeti felhasználás területén, milyen térstruktúrák és milyen variációk gondolhatók ki, és mennyi fantázia kell ezeknek a létrehozásához. A következőkben majd azt szeretném megmutatni, hogy a geometria újabb fejlődése, egy olyan 20-30 évre visszamenő fejlődése, olyan eredményeket hozott, amelyek ezen a klasszikus felhasználáson túlmenően nem csak egy adott világ ábrázolását, és esetleg időnként furcsa ábrázolását teszik lehetővé, hanem kifejezetten egy új világ felfedezését adják, amelyben kutatni lehet tudósnak és művésznek egyaránt.